A már régóta várt vízi komplexum, mely uszoda, strand és wellness funkcióval is rendelkezik majd, a Delfin Vízi Sport Klub, a Magyar Vízilabda Szövetség, a Van Hua Borsodkem ZRT, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve Kazincbarcika Város Önkormányzata együttműködésében több ütemben valósul meg a Látvány Csapat sportágak támogatási rendszere által, valamint rendkívül jelentős önkormányzati anyagi hozzájárulással. Egy hosszas beruházás előkészítés szakasz végén egy lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen sikerült szerződést kötnie a Delfin Vízi Sport Klubnak a kivitelezésre, amely munkálatok januárban meg is kezdődtek. Ennek eredményét, illetve előrehaladását látjuk most a háttérben. Halász Béla, a Kaskád Delfin Vízi Sport Klub elnöke elmondta, hogy a területen jelenleg az alapozási munkálatok vannak folyamatban, valamint a teljes beruházás két ütemben valósul meg. Az első ütem kivitelezését látjuk most, aminek a szerződött értéke 6,6 milliárd forint. Ebben az 50 méteres úszómedencének a komplett kivitelezése, illetve maga az úszoda komplexum teljes korpusza lényege megvalósításra kerül. A beruházás második ütemében a kiegészítő létesítmények épülnek meg, valamint külső területen strandfunkciós elemek, mint például kültéri medence is várja majd a látogatókat. A beruházás menetét illetően azért érdemes elmondani, hogy nagy alapterületekről beszélünk. Az épület alapterülete az több mint 5200 négyzetméter, és az épített hasznos alapterület pedig 8264 négyzetméter. Ebből is látszik, hogy elég nagy dimenziókról beszélünk. Most az alapozási munkák zajlanak, illetve ezt követően majd a szerkezetépítés fog folytatódni. Ennek a felkészülése most is tart, illetve ennek hatására került ide a két toronydarú, amit látunk az építési területen. Az infrastrukturális fejlesztés során az impozáns épület mellett közel 300 parkolóhelyet alakítanak ki. Az első ütem befejezése 2023. szeptemberére várható.